Sziasztok! Egy új videókommentet szeretném bemutatni nektek. Ez a házára írtak alapján szimplán videótú végén névre hallgat. Egész jól leírja, hogy mit is tud. Kompozit, S-videó és végebe menetet fogad, és simán vége kimenettel rendelkezik. A dobozkán lévő gombokkal pár alapbeállítást lehet elvégezni. Például itt lehet kiválasztani, hogy melyik bemenetet szeretnénk használni. További gombokkal a megjelenített kép felbontását és az ahhoz tartozó színbeállításokat lehet változtatni. De erre egy kicsit később szeretnénk majd visszatérni. Az első tesztalanyom a már bevált Spectrum Plus volt. Ezt azért szeretem, mert a kompozit kimenete nem igazán szabványos jelet ad. Ettől függetlenül a megjelenített kép teljesen jó volt. Nem volt elcsúszva se jobbra, se balra, és nagyjából még színhelyesnek is bizonyult. Másodiknak a Commodore 64 került elő. Mondjuk ezt nem kell sokáig keresni, ugyanis ezt használom a legtöbbet. A megjelenített kép minőségével teljesen elégedett vagyok. Jól olvasható, és a játékokat is szépen viszi. Mondjuk scrollozásnál nem tökéletes, de valamit valamiért. Így legalább egy 24 szoros monitoron tudom használni. A harmadik tesztalany, ahogy az előző esetekben is, egy 1002-es Amiga volt. A Workbench képe az eddigiekhez képest egész jó. A betűk olvashatóak, mondjuk a színek nem teljesen tökéletesek. A desktop után játékokkal is kipróbáltam. Ha nagyon sok a scrollozást, azt azért észre lehet venni, feltéve, hogy az ember figyeli, ugyanis a játék hevében teljesen mellékes. Ahogy már mondtam, a dobozka oldalán lévő gombokkal lehet szabályozni a kimeneti jel minőségét. Az első ilyen lehetőség, hogy különböző felbontásokat állíthatunk be. Legjobban nekem az vált be, főként 4-3-as bemeneti jelnél, hogyha valami olyat választok, ami erre reflektál, valamint a monitort is úgy állítom be. Ahogy láthatjátok, 1024x768 fölötti módokban már nem igazán javult a minőség. A második lehetőség, hogy az előre beállított képmódok közül válasszunk. Ezek közül egyet a menüben saját magunk definiálhatunk. Végigpörgetve a beállításokat, nekem leginkább a soft mód jött be. Sajnos maga a menü nem elég jól olvasható, de lehetőségünk van arra, hogy a menü áttetszőségét állítsuk. Nem azt mondom, hogy itt tökéletesen olvasható, de sokkal jobb lett. Nyelvek közül én az angolt választottam, ugyanis ezzel boldogok a legjobban. A Picture menüpontban rakhatjuk össze a saját beállításainkat. A kép világosságát, kontrasztját, színét, színtelítettségét és az élességét tudjuk szabályozni. Maga a dobozka nekem nagyon jó bevált. Azt nem mondanám, hogy tökéletes a képminősége, de az előző kettőnél sokkal jobb. Egy problémám azonban még mindig van vele. Nem a tesztelt példánya, hanem azokkal, amiket utólag rendeltem. Olyan, mintha már ezt is hamisítanák. Ezt nem értem, egy kínai olcsó dobozt hamisítani kinek éri meg. Az utólag rendelt két doboz közül ugyanis az egyik másfajta képet ad. Annak a doboznak két hibá is van. Az első, hogy a ZX Spectrum jelével nem tud megbirkózni. A második, hogy a kimeneti jel minősége sokkal gyengébb. Szimplán a monitoron látható, hogy zajosabb, mosottabb a kép. Mivel az IBS rendelésnek képek alapján nem tudom megmondani, hogy éppen melyik típus jön meg, ezért csak fél szívvel merem ajánlani. Remélem hasznos volt ez a bemutató. Ha szeretnétek nagyobb felbontású képeket látni az eszközről, akkor keressétek fel a honlapomat. Sziasztok!